Minden évben játszunk jó néhány koncertet kint Erdélybe, de azt, hogy mondjuk 10 napig nem megyünk haza, vagy valami ennyi, ugye? Igen, 10 nap, 6 előadás, vagy 5 előadás. 5 előadás után, meg még nem tudom, a felvidékre. Szóval ez azért ritkán történik, meg gyakorlatilag felkértek minket arra, hogy csináljunk egy ilyen koncertsorozatot. Ennek egyébként az volt a cím, hogy Ezt a földet választottam, egy régi dalunknak a címe. Én magam részéről azt kell, hogy nagyon féltem, például az első koncert a gyergyói koncert, a fiatalok a polgármester úrral már bent szórakoztak egy épületbe, amikor én még kiindultem a zenekari buszba, és szakadt az eső, és azt néztem, hogy egyáltalán lesz itt ember, aztán én is bementem, és mert kijöttünk, tele volt a futballpálya. Gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy Gyergyó, Szent Miklós, Borszék, Marosvásárhely, kolozsvári magyar napok, az egy nagyon kiemelt helyszín volt, és utána Szatmárné Németi. Az pedig a Párciúj magyar napok. Így van. Volt egy fiatal házaspár, akik a hangbeállásra mindig már odajöttek, és a kordonnal álltak Republik pólóba, és kiderült a harmadik, negyedik koncert után, hogy ezek echte románok, és nem tudnak magyarul. És hogy nem értenek belőle szót se, és mégis ott voltak mindig, úgyhogy nagyon jó. Évvégén így mindig megszoktuk a fiúkkal beszélni, hogy mik voltak azok a nagy dolgok, ami olyan tök jó volt, és a kolozsvári magyar napok kapta mint koncert az első helyet. A klipben egyébként látszik nagyon sok drónos felvétel erről a koncert. Tényleg valójában, hiszen egy klipről beszélgetünk végeredményben, igen, ami egy úti film. Az Oda-vissza szél, gyakorlatilag ezt az arénában mutattuk be februárban ezt a dalt először, és ennek a koncert vizuálját tettük fel. De volt bennünk azért szerintem egy kis hiányérzet, hogy ez a dal többet érdemelne, tehát képi világában. És azt gondolom, hogy azt, ami ezen a turné megtörtént, azt így megálmodtuk mi magunknak. Tehát, hogy gitárt szerettünk volna nyakunkba lógatni, azt szerettük volna, hogy sok ember álljon előttünk, és rengeteg barátunk van kint Erdélyben. Úgy képzeltük el, hogy legyen egy videoklip róla, de direkt sok anyag készült róla, hogy később lehessen egy ilyen koncertfilm, hogy az emberek megnézik, hogy mekkora hülyeséget csinálunk ott, meg öregedő emberek létünkre, azért még azért a rock and roll még mindig bennünk van, tehát ez a filmben majd benne lesz. Ez nem tudom, mikor jelenik meg, mert egyébként tavasz is van egy csomó terv. Egyelőre most ez van. Szóval most jövünk hozzátok is. Drágáim, most ezzel kell megelégedni, most ez van. Ami nagyon fontos egyébként, bocs, majdnem elfelejtettem mondani, hogy február közepén ki fog jönni a Budapest Arénás koncertünknek a DVD-je, meg arról egy film. Azt tegnap fejeztem be, úgyhogy ez is meg fog jelenni. Oda-vissza szél,